Köszöntöm nézőinket, önök közéleti magazinunkat látják, Jala Jászmin Grace vagyok. Nézzük, mit kínálunk a következő percekben. Tele van tervekkel FAD új polgármestere. Tolna megye 4 legjobbja készül az országos főzőversenyre. Klub délutánnal indult a fél év a Matthias Corvinus kollégiumban. Ingyenes képzéseket indítanak Tolna megyében. Elsősorban a már folyamatban lévő projekteket szeretné megvalósítani FAD új polgármestere Bordács József. Természetesen számos terve és elképzelése is van a jövőre nézve a település vezetőjének, azonban a községben is nagy gondot okoz az energiaárak jelentős növekedése, így komoly figyelmet kell fordítaniuk a takarékosságra is az elkövetkezendő időszakban. 2006 és 2010 között pedig a Tolna megyei önkormányzat képviselőjeként is tevékenykedett, mondja Bordács József, FAD új polgármestere, aki a szeptember 11-én megrendezett időközi polgármesterválasztáson nyerte el a legtöbb szavazatot. Én igazán a településre 1990-ben kerültem, akkor kezdtem megismerkedni FAD-dal. Egyébként tolnai származású vagyok, és a feleségem viszont törzsgyökeres faddi lány, és 1990-ben ismerkedtünk meg, és aztán ebből az ismeretből szerelem lett, utána pedig házasság, és életünk első szakaszát itt éltünk FAD-on. 1995-től 2001-ig éltünk itt a feleségem szüleinél, és azután 2001-ben elköltöztünk Paksra, akkor ott építettünk, és akkor 2018-ban jöttünk vissza újra a településre. Sikerült megvennünk a Dunapart közelében egy nagyon szép családi házat, és azt felújítottuk, rendbe raktuk, és akkor 2018 óta újra a családommal együtt itt élünk már FAD-on. Hát képviselői, illetve önkormányzati múlttal rendelkezem már. Pakson 2 cikluson keresztül voltam a képviselőtestület tagja, illetve 4 éven keresztül voltam a megyei önkormányzat képviselője. Úgyhogy volt meg van azért ilyen jellegű tapasztalatom, több bizottság munkáját vezettem, és képviselői múltam tapasztalatom így már van. Polgármesteri még nincs természetesen, tehát a polgármesteri munka azért az egy merőben másabb jellegű feladat, mint a képviselői, úgyhogy polgármesteri munkát azt még nekem is tanulnom kell nyilván, és hát nagyon sok tapasztalatot kell szereznem. Ebben nagy segítségére van a település egykori vezetője, Fülöp János. Akivel éppen most is egy előzetes egyeztetést tartottunk, hát szerintem sok ilyen lesz még a közeljövőben, hiszen 17 évig ő volt ennek a településnek a polgármestere. Nagyon sok olyan futó projekt van, futó pályázat, amit még ő készített elő, vagy már elindult, vagy ezután fog elindulni, vagy még hiánypótlás van, tehát nagyon sok dolog van, ami nyilván ugye menet közben vagyunk, hogy úgy mondjam, és hát nyilván ebben is kell az ő segítsége, illetve hát a tapasztalatára, 17 év alatt megszerzett polgármesteri tudására is hagyatkozni fogok. És természetesen hagyatkozni fogok a képviselőtestületre is, hiszen ez a képviselőtestület 2019-ben állt fel FAD-on, ugye. Bízom benne, itt a kampány során legalábbis az derült ki számomra, hogy a képviselőtestület többségének a támogatását élvezem. Én bízom benne, hogy ez a támogatás kitart a ciklus végéig, és akkor egy jó, jó és eredményes munkát tudunk a következő szűk 2 évbe, inkább bő másfél évbe úgy mondom végigvinni, hiszen 24-be újra önkormányzati választás lesz, ugye. Bár számos terve van, többek között egy strandot is kialakítanának a településen, de elsősorban a már folyamatban lévő projekteket szeretnék megvalósítani. Több ilyen projektünk is van, a Sertéstelepi útnak a bővítése, felújítása, vagy kint még folyamatban van a temetőben is egy urnatemető kialakítási projekt, ami nem fejeződött be. Aztán belterületi csapadék vízelvezetési projektünk van folyamatban, aminek éppen most szeretnénk megkötni a második ütemre a szerződést. Ezen kívül van egy helyi piac pályázatunk, ami úgy néz ki, hogy révbe ér, és azt is szeretnénk megvalósítani. Úgyhogy ezek mindenképpen, és hát van előkészítés alatt van egy strand pályázatunk, hiszen településnek sajnos nincsen saját strandja. Ez már régóta igény a lakosság részéről, hogy ne csak Domboriban legyenek ugye kulturált strandok, büfével, öltözővel, stb. Zuhanyzási lehetősége van FAD-on is. Bízom benne, hogy ezt is el tudjuk indítani. Itt még van egy kis előttünk egy-két megbeszélés, tárgyalás, hiszen még a helye a strandnak az még kétséges lehet, de bízom benne, hogy hamarosan dőlőre jutunk, és akkor el tudjuk indítani azt a pályázatot is. Úgyhogy ezek a fők, amit kiemelnék.
Faddon is nagy gondot okoz az energiaárak jelentős növekedése, így szigorú takarékossági intézkedéseket fognak bevezetni az önkormányzathoz tartozó intézményeknél. Ez elsősorban a gázra, de az áramra is igaz, természetesen, de a gáz az úgy látom, hogy az brutális terhet fog róni. Úgyhogy hát biztos, hogy kell elég komoly nadrágszíj megszorító intézkedéseket is behozzunk az intézményeinknél, és hát természetesen továbbra is figyeljük a pályázati lehetőségeket, és nyilván ebbe az irányba is szeretnénk elmozdulni az energiai hatékonyság, illetve a megtakarítás irányába, hogy tudunk olyan új megújuló energiával felszerelni ezeket az intézményeket, hogy ne legyen ennél horribilis gáz és elektromos számla, de hát én azt gondolom, ez most minden önkormányzatnál kihívás lesz. Illetve hát természetesen azokat a területfejlesztési pályázati lehetőségeket is figyeljük, amik esetleg a településünk tud pályázni, és ezeket folyamatosan próbáljuk természetesen minél nagyobb sikerrel végigvinni. FAD vezetője emellett fontosnak tartja a helyi közösségekkel, civil szervezetekkel való kapcsolatfelvételt. Végig fogom járni a civil szervezeteket a következő hetekben, mindenkivel szeretnék megismerkedni, természetesen az önkormányzati intézményeinket is, a polgármesteri hivatal dolgozóit is meg kell ismerjem, ugye, tehát azért ez a munka is, illetve ez a személyes jellegű megismerkedés is közben zajlik, úgyhogy hát feladat is van bőven, meg hát előttem is van nyilván sok feladat, én bízom benne, hogy azért lépésről lépésre majd tudunk előre. A Generációk Találkozása Egyesület által szervezett Magyarország kicsi nagykövete elnevezésű országos versenyen Tolna megyét 4 gyermek képviselte, 3 attasé és 1 nagykövet személyében. A diákok feladata megyei értéket képviselve egy hagyományos étel elkészítése volt, így a választásuk a dombóvári Dőri lecsóra esett. A Dőri lecsó alapja a szalonna. Ennek zsírján pirítják meg a hagymát és a paprikát, majd adják hozzá az elengedhetetlen paradicsomot, a végén pedig a felvert tojást. Tolna megyét 4 versenyző képviseli, a Magyarország kicsi nagykövete elnevezésű főzőverseny alkalmával. Most itt vagyunk Szekszárd egyik híres borászatában, és ámulattal nézzük, hogy mennyit fejlődik itt a környéken a borkultúra és az ahhoz csatlakozó vendéglátóipari tevékenység is. Hát mi is azért vagyunk itt, mert szeretnénk, hogyha Tolna megyében a gasztroértékeket tudnánk hangoztatni, hangsúlyozni, és emellett ugye a fiatalokat is tudjuk ebbe az irányba terelni és támogatni őket. Most itt éppen erről van szó, szeretnénk készíteni egy lecsót, amely étel ugye mindenki számára nagyon egyszerűnek tűnik, és mindenki számára fogyasztható. Reméljük, hogy ez a tevékenységünk sikeres lesz. Ehhez segítenek majd nekünk itt a mögöttem lévő fiatalok, akik valószínűleg egyelőre nem a szakértelmükkel, lelkesedésükkel fogják segíteni ezt a folyamatot, a szakértelmet majd az idősebbek fogják ehhez adni. Mi is bele fogunk majd kotyogni abba, hogy mit, hogyan csináljanak. Azt gondolom, hogy ez egy jó program lesz, reméljük az eső, ha bár esett nyugodtan, mert féltető itt van a fejünk fölött, úgyhogy meglátjuk, mi lesz ebből. A főzés során nagy segítséget nyújtott, ha valaki már korábban is elkészítette ezt az ételt. Egy lecsót készül, pont most főztem nemrég egy lecsót, és az finom lett. Tolna megyében több jellegzetes étel is létezik, ám ezúttal mégis a lecsóra esett a csapat választása. Elkezdtünk egy folyamatot, amiben az értékeinket próbáljuk megőrizni, meg szeretnénk hangsúlyozni, hogy mi szívvel, lélekkel Tolna megyeiek vagyunk, meg szeretnénk azt látni, hogy az emberek jól érezzék magukat ezen a területen, és maradjanak itt neveljék fel a gyerekeiket, és ebbe képbe illeszkedik az a tevékenység, amit mi szeretnénk folytatni, hogy olyan milliót teremteni az itt élő embereknek, elsősorban a fiataloknak, hiszen róluk szól a jövő, ami miatt ők itt maradnak, itt ragadnak, és szeretnek itt lenni, és itt fejtik ki azokat a jó ötleteiket, javaslataikat, elképzeléseiket, amelyeket már a megcsontosodott idősebbek már nem igazán tudnak élettel megtölteni. Bonyolultnak hangzik, de ez egy nagyon egyszerű dolog. Szeretnénk jól érezni magunkat itt a megyében, és szeretnénk olyan értékeket teremteni, amik a következő időszak felnövekvő nemzedékeinek sorsát befolyásolja pozitív értelemben. Az sem hátrány, ha valaki már otthonosan mozog a konyhában. Emellett persze lelkes segítők is érkeztek a gyermekek mellé.
Anyukámnak segítek olyan 6 éves korom óta. Közösen csinálunk mindent. Segítünk egymásnak. Az alapján hívtuk a vendégeinket, hogy olyan emberek kellettek, akikre felnézünk. A lecsó egyik legfontosabb értéke a paprika, amit kellő gondoskodással ugyanakkor a szeretekre kell felvágni. Kettvágunk éppen is jól halad. Nem olyan szoktam otthon főzni, de néha segítek anyának. Remélem, hogy jó lesz. Segítség természetesen minden vendégtől érkezik, hogy elakadna a munka folyamat bármely fázisban. Nagyon érdekes lesz, hogy hogy fogják csinálni a lecsót. Nyilván bele fogunk kotyogni, mert lecsót mindenki nagyon jól tud készíteni. Nagyon finom lesz, és nagyon jó lesz, meglátjuk. Itt lesz, már láttam, itt kulturális része is a dolognak. Azt gondolom, hogy ez megint egy tartalmas, értékes program lesz. És ennek, ugye ez egy lépcsőfok, ennek lesz még országos szintű folytatása, reméljük, hogy a tolnamegyeiek meg tudják mutatni az országba is, hogy milyen ügyesek, milyen otthon szeretők és milyen közösségteremtő erővel rendelkeznek. Attól függetlenül, hogy nem mindenkinek a kedvence a lecsó, a munkához mindenki tesz hozzá valamit. Nekem a rakott krumpli a kedvenc ételem, és eddig hagymát pucoltam, meg most a paprikának szedem ki a tetejét. Jól tudunk együttműködni, és el tudjuk készíteni az ételt. Mint minden bográcsozásnál, itt is elkél a férfi szakértelem és erő. Hát ugye már az egész felkészülés folyamata elég embert kívánó feladat, ennyi támogatót, ennyi vendéget megkeresni, hogy a sajtónak is tudjunk szólni, vagy értesüljenek az eseményről. Tehát elég nagy feladat volt, és akkor hát az, hogy 4 különböző helyen van a 3-atasé, meg a kis nagykövet, mégis együtt kell dolgozni úgy, hogy ők tulajdonképpen nem is ismerik egymást, meg hát a szülők mi se ismertük egymást, és mégis így dolgozunk együtt, ki mit szervez le, mit hogy rakunk össze. Tehát ez így egy jó nagy feladat volt. Hát az én feladatom többnyire ez a műszaki rész, a tűz, meg a bogrács, meg az egyéb, az asszonyok része, meg hát, hogy akkor mit teszünk a bográcsba. Ott is voltak válogatások, hogy mi legyen az a jellegzetes étel. Azt mondták, hogy a lecső legegyszerűbben legyen az, hát meglátjuk, mi lesz belőle. A végső országos megmérettetésre szeptember 30-án kerül sor Budapesten. Klub délutánnal indult a fél év a Matthias Corvinus Kollégium szexádi képzőközpontjában. Annak érdekében, hogy a középiskolás programban résztvevő fiatalok minél jobban megismerjék egymást, csapatépítő társas játékokat játszottak. Csapatépítő programmal vette kezdetét a Matthias Corvinus Kollégium középiskolás programja Szexárdon. A fél év első klub délutánjára Győri Zoltán társasjáték tervezőt hívták meg, hogy összekovácsolja a fiatalokat. Játékmesterként vagyok jelen, és az a célom, hogy olyan játékokat hozzak a fiataloknak, ami segít őket közelebb kerülni egymáshoz. Ezek nagyon laza, kötetlen társasjátékok, melyek vagy nem rendelkeznek győzelmi kondícióban, nem nyer senki, hanem az öröm kedvéért játszunk egymással, vagy kifejezetten segítő békés jellegű, békés természetű, egymást közelítő játékok. Szerintem egy meglepetés a résztvevőknek az, hogy pontosan mi fog történni. Kooperatív játékokat hoztam egy egymásra hangolódó Mind című játékot, hoztam egy Csak egy című kitalálós Activityhez hasonló játékot, illetve hoztam egy fantasztikus Top 10 című játékot, amely nagyon szépen osztható, kis csoportos munkára bírja a játékosokat. És fantasztikus látni, hogy a játék mindenkié, tehát nem korcsoportra targetált, nem korcsoportnak van tulajdonképpen ez a játék, hanem egészen 8 éves kortól a felnőttekig bárkit célzunk ezzel. Nekem nagyon fontos arszpolitikám és hitvallásom, hogy a társasjáték mindenki. Csodálatos, amikor egy társasjáték egyaránt szórakozás nyújt a 14-15 évesnek, meg esetleg a nagymamának, nagyszülőknek. Tehát gyakran egy transgenerációs program az, hogy leülünk együtt társasjátékozni. Rabasz leszek, és lehet, hogy nehézkedés, legyetek kíméletlenül őszinték, nyilván nem tudom ellenőrizni a válaszatokat. Mennyire zavar, hogyha egy játékban veszítesz?
A társasjáték szó hallatán többen a hagyományos, klasszikus darabokra gondolnak, ezzel szemben a modernebb típusok már sokkal könnyedebbek, rövidebbek és egyszerűbbek. Sokaknak félelme lehet, hogy én biztos nem fogom tudni, én pont ezért vagyok itt játékmesterként, hogy segítsem ezt a bizonyos átállást és ezt a belépési küszöböt csökkentsem, ezek amúgy is nagyon könnyed játékok. A modern társasjátékos szakma erre figyel, hogy a családi játék az nagyon ritkán hosszabb fél órán áll. Tehát inkább egy játékkal játszunk többször, mintsem, hogy egész este egyetlen játékkal kell játszani, illetve ezek nagyon jutalmazó típusú, könnyen elkezdhető társasjátékok. Egy-két szabállyal játszunk, és fantasztikus, amikor valakiben van ilyen távolságtartása, nem játszom, és látja, hogy nagyon jól érzik magukat a résztvevők, és úgy szívesen belép, úgy önszántából csatlakozik ehhez a játékos élményhez. Úgyhogy a résztvevők is azt fogják tapasztalni, hogy ez annyira egyszerű, és azon kapják magukat, hogy már is jól érzem magam. Bemutatnám veled a következő gyakorlatot, hogyha nincs ellenete. Autó vagy repülő? Autó. Ennyire egyszerű gyakorlat. Ez a szakmám egyik legnagyobb csodája, hogy gondolná az ember, hogy digitális korban erre az analóg, nem informatikai csatlakozása nincs igény. Alapból van. Pláne a pandémia után, tehát egy pici apróság, hogy 2020 márciusában megérkezett a pandémia, lezárás, és megnőtt a játékos kedv. Nagyon sokan elzárva egymástól igényük lett a nem komputer csatlakozáshoz, nem úgy, hogy egy képernyőkét odán nézzük egymást, hanem hogy üljünk egymással szembe, és az élményem legyen az, hogy veled játszom. Nem egy játékkal, a játék az csak egy eszköz ahhoz, hogy közelebb kerüljek hozzád. Nagyon sok kompetenciát fejlesztett, tehát hogy részletesen tudunk menni az adott játék, az most személyes, szociális vagy kognitív fejlesztő területtel rendelkezik, de a legnagyobb ajándéka, ami versenyképessé teszi a digitális játékok mellett, ez az analóg csatlakozás. Az élményem az, hogy a játékos társammal játszom, és a játék egy puszta eszköz, hogy közelebb kerüljek a másikhoz, vagy esetleg saját magamhoz. Én gyermekkoromban nagyon sokat játszottam, aztán a főiskola során más érdekelt lányok, tehát az adott szakma, és a feleségemmel fedeztük fel közösen, lett közös hobbink az, hogy elmentünk különféle fesztiválokra, és volt játszósátor, és nagyon sok proaktív ember munkája az, hogy mi rátaláltunk modern társasjátékok, és felfedeztük, hogy ez fantasztikus, ennek mindenkiről hallani kell, és ez hívta életre, amit játszunk vlogot, hogy mondjuk el mindenkinek, hogy létezik modern társasjáték, ez nagyon könnyű csatlakozni, csodálatos műfaj, gyertek, játszunk! Egy a cégeket érintő rendelet kimondja, hogy a munkát végző személynek 2023. december 31-éig meg kell szereznie a szükséges szakképesítést. Azért, hogy a vállalkozók ennek a jogszabálynak megfeleljenek, burkoló, gipszkartonszerelő és szigetelő szakmákban indít ingyenes képzéseket a Tolna megyei Szakképzési Centrum, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve. A Tolna megyei Szakképzési Centrum iskolái és a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara együttműködése folyamatos. Ebben a szekszárdi Ady Endre Technikum kiemelt szerepet tölt be, többek között a mérete és a szakmaválasztéka miatt, mondja Juhász Gábor, az intézmény igazgatója. Nagyon fontosnak gondoljuk azt, hogy a kamarával jó legyen az együttműködés, már csak azért is, mert a piaci igényeket a kamarán keresztül tudjuk a legjobban érzékelni. Most ugye a jogszabályi változások alapján azt láthatjuk, hogy a szakmák művelőinek a szakképzettséghez való kötése az megerősödik, tehát igazándiból a korábbi szakmák, amik beépültek egy-egy másikba, például a burkoló szakma is, amely a könyvesnek sokáig része volt, sokáig nem volt része, aztán volt könyves és idegburkoló, nagyon sokféle felállásban láttuk már. Most a burkoló szakma ugye most már évek óta él, és ahhoz, hogy valaki burkoló tevékenységet végezzen, az 2023. december végétől neki erről bizonyítvánnyal kell rendelkezni. Tehát azok a cégek, amelyek nem rendelkeznek képzett szakemberrel, azok nem végezhetik ezt a tevékenységet a jövőben. Vagyis azok az emberek, akik ezt évek óta művelik, azoknak szakmai végzettséget kell szerezni, ehhez mi a kamarával együttműködésben nagyon jó lehetőséget tudunk kínálni. A burkoló képzés a felnőttek oktatásának keretében tud működni, akár úgy is, hogy a cég a saját dolgozóit tudja végzettséghez juttatni, munkaviszony mellett, munka mellett. Ennek többféle formája is van, de az biztos, hogy a cég, illetve az iskola is előnyöket élvez ebben a képzésben. A cégnek két óriási előnye lehet abból, hogy ő a saját emberét szakképzettséghez juttatja. Maga az egyik előny az, hogy szakképzett szakemberrel fog majd a későbben tudni dolgozni, illetve rendelkezni. Ezáltal megnőnek a jogosítványa is természetesen, illetve hát a piaci
részesedését tudja majd elérni. A másik pedig az, hogy amíg a képzés tart, addig a képzés alatt állami segítséget tud kapni a finanszírozásához. Tehát a magának a dolgozónak nem kerül anyagi ellenszolgáltatásába, az, hogy részt vesz a képzésen, a cég viszont támogatást kap hozzá. Tehát mindenki jól járhat ebben a dologban, azt gondolom, szakképzett munkaerő lesz a cégnél, illetve ez nem kerül nagy költségébe a cégnek. A támogatás mértéke a minimálbér összegéhez van kötve. Gyakorlatilag ennek a mértékéig lehet a támogatást igénybe venni. Igazániból könyvelők ezt sokkal pontosabban tudják természetesen. Az biztos, hogy ilyenkor a dolgozónak a munkaszerződése módosulhat. Olyan mértékben módosul, hogy annak egy részét, amit a szakképzési munkaszerződés keretein belül a dolgozó meg tud kapni az állami finanszírozás által, azt a cégnek már nem kell megteremtenie, mint anyagi hátteret. Ezáltal a dolgozóra vetített anyagi teher a cégben mindenképpen csökkenni tud. Ezt a cégek általában kétféleképpen szokták felhasználni, eddigi tapasztalat alapján, vagy a dolgozó magasabb bérhez tud jutni ezáltal, vagy pedig a cégnek kisebb az anyagi terhe a dolgozó bérének változatlan hagyása mellett. A felnőttek oktatása ugye a szakmai jegyzék szerinti szakmák megjelenésével egy egészen új irányt vett a kamarával, illetve a cégekkel együttműködésnek a tekintetében. Nyilván a kamara látja az igényeket, a kamara jelen pillanatban jelentkeztet is a burkoló szakmára leendő szakembereket. Az iskolának a feladata nyilván az lesz, hogy a szakembereket kiképezze. Nyilván meg kell majd azt vizsgálni, hogy a jelentkezőnek milyen kompetenciái vannak, milyen előképzettsége, milyen bizonyítványa, milyen tudása. Ezekre megvannak a lehetőségeink, hiszen vannak validált tesztek, vannak bemeneti feladatok, vannak bizonyítványok. Ezeket figyelembe véve tudjuk megmondani a képzésnek az idejét pontosan, hogy mennyi idő alatt lehet kiképezni felnőttek oktatásában ezt a szakmát. Az egy év látszik a reálisnak egyelőre, hogyha az előzetes tudást, a bizonyítványokat nagyon nem tudjuk beszámítani. Hogyha egy év alatt ez megoldható, akkor azt gondolom, hogy teljesen reális időtartam a 23. december végi bizonyítvány szerzéshez. Ez mindenkinek jó lehet. Nyilván akinek vannak könnyebbséget adó lehetőségei, mert könyves szakmája, szakmai gyakorlat, stb., akkor a képzés rövidített időben is meg tudja csinálni. Vagy az intenzitásán lehet csökkenteni, vagy például a képzésnek az időtartamán lehet csökkenteni. A felnőttek oktatását a tanév rendjétől függetlenül bármikor el lehet kezdeni, mondja az igazgató. Hogyha egy csoport létszám összegyűlik, akkor nincsen olyan akadály, hogy meg kell várni egy fél évet, vagy egy tanévkezdést. Ez októberben, novemberben bármikor indulhat. Nyilván a célunk az, hogy az egy évbe beleférjünk, tehát az októberi indítás az a realitása ennek a dolog. Ha jól emlékszem, akkor a kamara jelentkeztetései szeptember végéig van meghirdetve, tehát addig össze fognak gyűlni azok a szakemberek, akiknek a képzését meg kell majd valósítani. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!